A tavaszi fagyos idő, a mínusz 2 és mínusz 6 fokos időjárás nagy mértékben megritkította a megytermést. A tavalyi évben rekordmennyiségben termett a megy is, idén ezért nem is számítottak a tavalyihoz hasonló számokra. A betakarítási időszak közeledtével azonban a vártnál is csekélyebb mennyiséget mutat a megy, közölte Rácz Imre, az Agrárkamara megyei elnöke. A csapadékos időnek köszönhetően különböző betegségek is megtámadták a gyümölcsöt, ezért a leszedett megyet még kézzel is át kell válogatni, mert olyan sok köztük a rossz termés. Az 50%-os termés is talán még az alá megyen. Ha összesítjük azt, hogy körülbelül 34 ezer tonna kellene csak a feldolgozóiparnak, illetve a hűtésre, akkor még talán a Magyarországon ez a mennyiség se fog rendelkezésre állni. Az elmúlt évtizedben a megy egyensúlyi kilogrammonkénti ára 160 forint körül alakult. Az európai kereslet-kínálati viszonyoknak köszönhetően akár 30%-kal is magasabb lehet idén az indulóár. A szárral szedett megy 320 és 350 forint közötti összegért cserélhet gazdát, a feldolgozó üzemek pedig 240 forintért veszik a rázott megyet, tette hozzá Rácz Imre. A felvásárlási árat az idén tavasszal bejelentett szerződési kötelezettség segíthetni. Ezeket a szerződéseket azonban nem kötötték még meg a felvásárlók és a termelők. Sokat tett az Agrárgazdasági Kamara, illetve az illetékes minisztérium, hogy stabilizáljuk ezt a helyzetet, ezeket a kilengéseket csökkentjük, ne forduljon elő, hogy 80 forint is lehet a megy és 320 forint is. Nem nagyon látom ezt a hajlandóságot, és a feldolgozók részéről még inkább érzékelem, hogy nem akarnak ebbe a szerződésbe belemenni, pedig ez azt a veszélyt hordja magában, hogy most hiába beszélünk itt 320 vagy akár majd 350 forintos gyümölcs árakról, és akinek mondjuk az idén lefagyott vagy kihagyott, az nem bírja úgy folyamatosan, hogy jövőre meg majd, amikor lesz neki mennyisége, akkor meg megint a 80 forint környékén lesz. Szóval ezeket az ingadozásokat, ha közösen a feldolgozó, illetve a termelő nem tudja helyére rakni, ennek az lesz a vége, hogy a gyümölcs termőterület fog csökkenni. Rácz Imre szerint a szerződéskötési kötelezettséget az alma esetében érdemes lenne az előre megszabott határidőig, augusztus 1-jéig teljesíteni. Ez mind a termelőknek, mind a feldolgozóknak is érdeke lenne. A törvényes kereteket még nem tették jogilag átláthatóvá, ezért is történhetett meg, hogy a megy esetében nem tudták betartani és betartatni a kötelező szerződéskötést május 15-jéig, tette hozzá a megyei elnök.